A Kisoroszi sziget csúcs, gyönyörű természetvédelmi terület, kellene, hogy legyen. Samu Andrea kolléganőm segítségével jutottam el a helyszínre, ahol volt munkatársunkkal, Verő Györggyel beszélgettünk, aki nem csak mint természetvédő érintett az ügyben, de mint helyi lakos is. Kisoroszi sziget csúcson vagyunk, annak is majdnem a legvégén. Ez a hely többünk szerint, azért jó pár ember szerint Magyarországnak az egyik legszebb helye. Tényleg, ha itt kimegyünk, akkor a két középhegységet látjuk, a két oldalt, illetve a Dunának a szétválását. És ez a hely, ez egy évszázados léptékben helye a nomád turizmusnak, tehát gyalogtúrázók, vízitúrázók, az utóbbi évtizedekben kerékpártúrázók látogatják nagyon régóta. A utóbbi 10 évet az jellemezte a turizmus szempontjából itt a Sziget-csúcson, hogy egyrészt az internetnek köszönhetően nagyon széles körben vált ismerté, és ezzel párhuzamosan az autóhasználat is elterjedt a társadalomban, és a kettő az itt úgy karambolozott, hogy autóval kezdtek el járni nagyon sokan. Ami nagy terheléssel jár a terület számára, és a helyi lakóknak is gondterhes perceket okoz a sűrű forgalom. Erre próbáltak megoldásokat keresni. Míg nem aztán született egy kormányrendelet az itteni problémától, meg helyzettől teljesen függetlenül, ami Dunakanyar léptékben kívánta kicsit fejleszteni a strandokat. Ez a kormányrendelet nevesítette a Kisoroszi sziget csúcsot is, mint strandot. Ezáltal nyerte el a település a már a sajtóban is sokat említett 373 millió forintot aszfaltozott utak, járdák és mosdók építésére. A probléma ezzel több rétegű. Elsősorban figyelembe kell venni a beruházás hatásait a sziget csúcsra, hiszen a munkálatok jelentősen veszélyeztetnék az élőhelyeket, hosszú távon azok megszűnését eredményeznék. Ezen kívül nem szabad elfelejteni a fellendülő turizmus befolyását a falura sem, mivel a nagyobb látogató forgalom még jobban terhelné a lakosokat. Azt láttuk, hogy van egy projekt, ami még több turistát fog ide vonzani, úgy, vagy anélkül, vagy azelőtt, hogy bármit tenne a falu élhetőségének a javítása irányába. Egy másik nagyon fontos szál az idei történésben, ami végül oda vezetett, hogy most ez a beruházás ez leállt, a kivitelezés el se kezdődött. Az az volt, hogy a kezdetektől fogva nem volt világos a védettségi is, tehát a természetvédelmi oltalma a sziget csúcsnak. És ennek az, hogy ez a kérdés fölkeltette a WWF környezetpolitikai szakértőjének az érdeklődését, de Dák Dalma érdeklődését, aki ebből írt egy nagyon alapos, nem írt, utána ment, tehát kutató munkát végzett, majd ennek az eredményét megírta, és ennek az írásnak az lett a konklúzió, hogy már pedig a sziget csúcs védett természeti terület, de a Dalma levezetése alapján ez egy védett terület. Na, ez egy nagyon-nagyon jelentős része ennek az idei történésnek. A cikkek, az újságcikkekkel együtt ez a kettő magába, plusz a petíció, amit 5-6 ezeren aláírtak. Igen, ez a három dolog. Ez elég volt ahhoz, hogy a Vitályos Eszter államtitkár, illetve a Nagy István agrárminiszter fölülvizsgálja ezt a kérdést és leállítsa a kivitelezést.
hogy mi lesz most? A legfrissebb hírek szerint az agrárminiszter elrendelte az adminisztrációs hiba korrekcióját, országos jelentőségű védett természeti területén nyilvánítják a Kisoroszi-sziget csúcsot.